Bonyhádváros képviselőtestülete megtartotta első ülését a nyári szünet után. 18 napi rendi pontban tárgyalták az elmúlt és az elkövetkezendő eseményeket. Egyik fő témát a város 2020. februárjában elfogadott éves költségvetése jelentette. Nem sokáig volt érvényben, hiszen a március első felében berobbanó koronavírus járvány átírta a terveket. A csütörtöki képviselőtestületi ülésen a polgármester és a pénzügyi osztály vezetője beszámolót tartott arról, hogyan alakította át a járványhelyzet az idei költségvetést. A mai képviselőtestületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja az önkormányzat gazdálkodásának az első fél évének az áttekintése volt, a költségvetési rendeletnek a végrehajtásának az áttekintése, és azon túl, hogy erre semmilyen jogszabályi kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, minden évben megtesszük ezt, hiszen egyrészt tájékoztatja a nyilvánosságot, a lakosságot arról, hogy hogyan gazdálkodtunk ebben a fél évben, az első fél évben, 2020-ban. Másrészt mi magunknak is jó egy áttekintés arra, hogy amit februárban megterveztünk, az hogyan alakult. Ha valamikor igazán idén jelentősége van ennek a napi rendnek, hiszen február 13-án fogadtuk el a város költségvetését. Én nekem 22 éve van rálátásom Bonyhádváros önkormányzatának a költségvetési rendeletére, azóta veszek részt ennek a rendeletnek a megalkotásában, és mondhatom ennek a 22 évnek a tapasztalat alapján soha nem látott számokkal, és egy nagyon gazdag, sokrétű, sokoldalú költségvetési rendeletet tudtunk elfogadni februárban. Sajnos nem sokáig élt ez a rendelet, hiszen mindannyian ismerjük a Covid járványhelyzet miatt kialakult problémát, és hát talán 3 hétig a veszélyhelyzet kihirdetéséig tudtuk életben tartani ezeket az elképzeléseket, ezeket a terveket, és most van itt az ideje annak, hogy áttekintsük, mi az, ami a veszélyhelyzet miatt mindenképpen átrendezésre, átalakításra szorul. A képviselőtestület elé kerülő költségvetési rendelettervezet számos ponton módosult. Ezek részben helyi döntések következményei, részben pedig központi döntések alapján szükséges módosítások. A költségvetésünk végösszege számottevően nem módosult, hiszen az 5 milliárd 617 milliós költségvetési főösszeg 5 milliárd 609 millió forintra változott, azonban belső tartalmi változások jelentősek. Lényeges ebből a saját döntéseink alapján a meghozott döntések következtében kieső bevételek ellentételezése. Ami nagyon fontos az, hogy a költségvetés egyensúlya továbbra is stabil, fenntartható, működőképes előirányzatokat tartalmaz, és még ami talán a leginkább az, hogy az önkormányzat egyensúlyi helyzetét tekintve a költségvetési tartalékok összege az évelejéhez képest tovább emelkedett, mint egy 31 millió forinttal. A pandémia alatt is segítették a családokat és a helyi vállalkozásokat. Szó esett még az elmúlt hónapok kiadási és bevétel kieséseinek egyensúlyáról is. Fontosnak tartom, hogy ma ezt tárgyaltuk, hiszen most már tisztán látunk, pontosan tudjuk azt, hogy azok a rendelkezések, azok a határozatok, rendeletmódosításokat, amelyeket a veszélyhelyzetben polgármesterként én magam hoztam meg az itt élő vállalkozások, az itt élő lakosságnak a megsegítése érdekében, azok ugye egyrészt az önkormányzati bevételek kiesését jelentette, hiszen nem emeltünk lakbért, az önkormányzati bélemények díjait felére csökkentettük, tehát számos olyan intézkedést hoztam, amely segítette az itt élő családokat, az itt élő vállalkozásokat ebben a nehéz veszélyhelyzetben, de ugyanakkor ez az önkormányzat bevételeit is csökkentette. Másrészt az intézményeinkben nagyon sok program nem valósult meg, a tervezethez képest elmaradtak, hiszen nem lehetett őket megtartani, megszervezni. Ott is belépőjegyek elmaradtak, különböző rendezvényeknek a költségei, kiadásai pedig megtakarításra kerültek. Hogy ez hogyan van egymással egyensúlyba, ezt tekintettük át. Bár még nem tudják, hogy mennyi bevétele lesz az önkormányzatnak az iparűzési adó egy részének elvonása, illetve a járványhelyzet okozta károk miatt, döntést kell hozzanak. Azt mondhatom, hogy megkezdtük azt a egyfajta takarékoskodást a jövő évre, amire mindenképpen szükség van, hiszen egyébként egyetértve azzal a döntéssel, amit Magyarország kormánya hozott, hogy az itt működő, az országban valamennyi gazdasági szereplő számára, vállalkozások számára megtehették azt, hogy nem május 31-ig, hanem szeptember 30-áig
készítik el a cégek a bevallásaikat. Ez egyenesen arányos azzal is, hogy az adójukat sem voltak kötelesek május 31-ig befizetni, hanem majd csak szeptember 30-án, vagy legkésőbb odáig. És az önkormányzatok alapvetően az egyetlen komolyabb bevételi forrása az az iparűzési adóbevétel. Hogyha belegondolunk abba, hogy ez mit jelent pontosan egy önkormányzat, egy város életébe, az egész pontosan azt, hogy valamikor az év 10. hónapjában fogjuk látni azt, hogy egyébként idén miből gazdálkodunk. Úgyhogy nagyon nehéz, és ugyakkor a jövő év pedig azért érdekes, mert idén van a járványhelyzet, bízunk benne, hogy ezzel vége is lesz, de hát ezt nem lehet még előre tudni. Hát idén esnek el azoktól a bevételektől a vállalkozók, amire majd jövőre, a jövő évi összegzésnél nekik adót kell fizetni, és azt nem lehet tudni előre, hogy mekkora bevétel kiesés jelenthet 2021-re. Ezért úgy gondolkodunk, hogy csak a szükséges és elegendő fejlesztéseket és beruházásokat valósítjuk meg idén, az eredeti februári elképzelésekkel szemben. Ugyanakkor készülünk a jövő évre, és inkább jövőre jusson mindenre pénz, mint hogy esetleg valamit most idén elköltünk, és jövőre már fontosabb, komolyabb dolgokra nem maradna a város kasszájából kifizetésre kerülő összeg. Nagyon sok településen lehetett a híradásokból hallani, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati dolgozóknak a bérét csökkentették, a munkaidőt csökkentették, Bonyhád városában ilyenre nem került sor, nem is fog sor kerülni, úgy gazdálkodunk, hogy mindenre jusson a szükséges és elegendő mértékben, és a fejlesztéseket is olyan arányban valósítjuk meg, ami az a lakosságnak remélem, hogy a legnagyobb megelégedésére fog szolgálni.